Hát nem véletlen az, hogy több mint tíz éve küzdünk Paks 2 ellen a párbeszéd részéről, és ugye a Paksi atomerőműnek, a Paks 2-es bővítésnek a, az abszolút szakértője el benedek, nagyon-nagyon sokat kutatott ezzel kapcsolatban, az várható, hogy egyre több olyan nap lesz minden évben, amikor nem fogja tudni használni a Dunát teljes mértékben az atomerőmű, éppen ezért az atomerőműre ugye azt mondják, hogy ez ilyen nagyon biztonságos, folyamatos üzemelése lehet, Látjuk azt, hogy most már az atomerőmű is ki van téve az időjárásnak, és pont akkor, amikor süt a nap, van szél, vagy éjszaka van, akkor az atomerőműnek a, a túlteljesítménye teljesen fölöslegesé válik, és csak problémát fog jelenteni. És ehhez képest még ide akarják telepíteni Paks 2-t, és nem akarják megépíteni hozzá a hűtőtornyokat, nyilván azért, mert az már nagyon-nagyon nem volna gazdaságos. Hogyha a Paks 1 sem viszi el a Duna, akkor a Paks 2 hogyan fogja elvinni a Duna a meleg nyári napokon. Ez teljes nonsens, teljesen értelmetlen évtizedekre eladósítani Magyarországot, egy környezetkárosító, nem biztonságos és ráadásul nem is működőképes rendszerkedvéért.